Dr. Csernus Imre pszichiáter. A legkülönfélebb problémákkal fordulnak hozzá segítségért. A beszélgetést sötétített ablak mögül rögzítjük, és vágatlanul mutatjuk be. Simek Kitti édesanyja következik, aki halálos beteg, és hamarosan nagymama lesz. Ha ön elmegy egy adott időn belül, akkor ki fogja nevelni ezt a 4,5 éves, vagy akkor talán 5 vagy 5,5 éves kislányt? Nem tudom. Én lennék az anyja, én bizony nem fejeltem volna ezt meg egy babával, megmondom őszintén. Simek Zoltánné vagyok, 40 éves, rákos beteg vagyok. Nem tudom, hogyha velem a legrosszabb megtörténik, ki neveli fel 4,5 éves kislányomat, Gertrudot. A másik, hogy Kitti 5,5 hónapos terhes, ha neki börtönbe kell vonulnia, akkor mi lesz vele? Emiatt nem tudok aludni, rengeteget szorongok, ezért kérem Csernus doktor segítségét. Tessék! Jó napot kívánok! Kezdj csukva! Simek Zoltánné. Csernus Imre vagyok. Köszönöm. Parancsoljon. Hogy érzi magát? Hát ez attól függ, hogy milyen szempontból kérdezi. Tehát lelkiekben elég rosszul vagyok. Fizikailag meg mikor, hogy. Hát ez a betegségtől függ, hogy hogy érzem magam. Végzetes a betegség. Hát igen, sajnos. Rákos áttétes daganatom van. Már nem vállalnak műteni. Már május óta. Ők azt mondták májusban, hogy keresek egy jó ügyvédet, és helyezzem el a gyerekeimet valahova, mert nem biztos, hogy a szeptemberi születésnapomat megérem. Ekkor egy bácsi jelentkezett Budapestről, és ő küld nekem minden hónapban gyógyteát. A kemoterápiával leálltam, és azóta vagyok jobban. Sokkal jobban. Csak ezt az egészet van nehéz feldolgozni, hogy ezt mondják az embernek, hogy most már ennyi. Nagyon nehéz. Ez a kezdet és a vég, az életünkben ez biztos. Csak nem mindegy, mikor. Nem. Nem. Lelkiekben miért nincs jó? Mert van egy 4,5 éves kislányom. Egyedül neveli? Igen, a Kittivel még. Tehát a Kitti is velem lakik, meg a barátja. És most ő is babát vár. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom. Ezt teljesen felőrölte már az idegeimet. Kitti erről beszélt, hogy az utóbbi időben bizony a feszültség az növekszik. Azt is mondta, hogy kegyelmi kérvényt próbálnak. Igen. De ez elválik, hogy ebből mi lesz. Ki szerette volna ezt a babát? Mind a ketten szerették volna. Mi volt az ok, hogy felvállalták? Nem akarják elvetetni. Nem akarták elvetetni. A lányát milyen embernek tartja? Egy nagyon erős egyéniség. Erős, értelmes. Felnőtt? Nagyon. Korához képest nagyon felnőtt. Ő nagyon korán lett felnőtt. Tehát nem nagyon volt gyerekkora. Ugye az élettársam mellett. Ez gondot jelenthet, nem? Mert igen. Végül is igen. Lehet, hogy felnőtt, meg hát gyereket felvállalni, ez egy elég... Ez egy nagy kihívás lesz neki. Hát a kihíváson kívül egy nagyon komoly felelősséggel igen. is jár. Úgy gondolja, hogy a lány ezt meg tudja oldani? Meg. Ebbe biztos vagyok. Tegyük azt fel, végülis Isten kezében vagyunk ebből a szempontból, a gyógyta is egy dolog, az áttét és a rák egy másik dolog. Igen. Nem tudom, mert nem tudom, milyen rákról van szó. Tehát ebből a szempontból ez nem is fontos. De ha ön elmegy egy adott időn belül, akkor
Ki fogja nevelni ezt a 4,5 éves, vagy akkor talán 5 vagy 5,5 éves kislányt? Nem tudom. Nem tudom. Hát ha Kitty el kell menni a börtönbe, akkor nem tudom. Valószínűleg állami gondozásba veszi az állam. Tehát a gyermekjóléti szolgálat. És akkor babával mi lesz? Bele ugyanez, ha elveszik az apjától. Miért vennék el az apjától? Mert nálunk ilyen ezt előszeretettel csinálják. Nálunk. Tehát, hogyha az apa egy érett személy, akkor nem fogják elvenni? Nem tudom. Nem tudom, hogy ők elég érettnek találják-e a Gyurit. Ezt ők döntik el, nem mi. Mivel? Hogy mivel? Hogy miért, milyen alapon döntik el? Igen, miért a... Azt mondja, hogy a Gyuri egy felelőtlen ember, és elviszik tőle a gyereket. És az? Nem. Nem. Ilyenkor megnézik a nagyon sok mindent, nem tudom, hogy a gyerekügyi, gyerekjóléti szolgálat hogyan gondolkodik pontosan, de hát egzisztenciális. Mindent megnéznek, igen. Mindent megnéznek, és ez alapján döntenek. Igen, az otthoni körülményeket is mindent jönnek nézni. A Trudit is el akarták vinni tavaly kiskorú veszélyeztetése miatt, hogy engem feljelentettek kiskorú veszélyeztetésre, és el akarták vinni a Trudit. A kisembiket? Igen, igen, a picit. Uh-huh. Aztán nem bizonyosodott be a kiskorú veszélyeztetése egyáltalán, mert még a bíróság is kimondta, hogy nincs veszélyeztetve mellettem egyik gyerek se. Ez egy nagyon nehéz döntés előtt. És döntések sorozata előtt áll önasszonyom egyrészt a saját életét vagy halálát illetően. Meg a gyerekei. A gyerekei, és a nagy felelősség nagy feszültséggel jár. Nagy feszültség meg nagyon sokszor gyorsíthat egy folyamatot. Igen, tudom. A Kitty mennyire tudja, hogy az édesanyja vírus nagyon komoly testi betegségben szemben. Ő előbb tudta, mint én. A kimenetelével is. Is most tisztában van? Persze, persze. Mikor 2 éve megműtöttek, ő előbb tudta, hogy mi bajom van, mint nekem. Uh-huh. Én februárban tudtam meg, ő meg már a műtét napján tudta, mikor kihoztak a műtőből. Megmondták az orvosok neki? Nem neki, hanem a volt élettársamnak mondták meg. Ő viszont megtiltotta az orvosoknak, hogy velem is közöljék, hogy mi bajom van. Aztán mikor hazamentem, kijött a házi orvosunk, akkor még egy másik orvos volt. Vili nem volt otthon kivételesen, és mondtam neki, hogy akkor most addig innen nem megy el, míg meg nem mondja, hogy mi bajom van. És akkor tudtam meg, hogy mi is a baj. Ha nekem lenne egy ilyen nagyon komoly traumán, mert végül is a lánya egy sorozatos, nagyon komoly traumán ment át, megy át. Én, hogyha én lennék az anyja, én bizony nem fejeltem volna ezt meg egy babával, megmondom őszintén. Hát így jött nekik össze. Nem, akkor is. Nem tudom, hogy tervezték el, vagy becsúszott most erre. Mit mondják? Az egy dolog. Nem akarták elvetetni, mert amit ugye az Isten adott, azt nem szabad bántani. Nem mindegy, hogy mikor és hogy milyen hát állapotba adja. Igen. Nagyon nem mindegy, hogy a lányának elmondtam azt, hogy ez a gyerek, hogyha 5-6 éves lesz, és a korosztály, az nagyon sokszor egy kegyetlen szokott lenni. Na igen, ettől félünk a kicsinél is. És hogyha akár, hogy a testvéred mit csinált, akár, hogy az anyád mit csinált, ebbe egy ilyen serdülő gyerek, vagy nem is serdülő, hanem egy kiskorú gyerek belerokkan. Szóval ez egy rettenetes nagy felelősség, én azt gondolom. Igen. Én nem engedtem volna meg. De ha később szüli meg, tehát hogyha 20 évesen, akkor is a fejéhez vághatják a gyereknek, hogy